Duetteket és egyéni előadásokat hallhatott a közönség a Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola növendékeitől a Honvéd Kaszinó tükörtermében szombat este. A magánének szakos diákok 22 műsorszámmal készültek a Dalok Játéka című hangversenyre. Hosszú ideig online oktatás zajlott, ez az egész műsor tematikáját és a hangulatot is meghatározta Barát Ivett szerint. A magánének tanár elmondta, 15 tanítványával érkezett a hangversenyre, és ennyi kihagyás után különösen boldogok voltak, hogy végre színpadra állhattak. Tulajdonképpen ugye a tavalyin élő növendék hangverseny elmaradt, mert online hangversenyt viszont tavaly is csináltunk, úgyhogy... Hát ez mindig nagy izgalom a magánének tanszaknak, hiszen ilyenkor együtt vannak, mert egyéni óráik vannak, ilyenkor egymás muzsikáját, zenélését nagy szurkolással hallgatják, abból tanulnak, közös produkciókkal készülünk, duettekkel készülünk, ami azért nem olyan egyszerű. A tanulók 4 duettet, 2 közös, valamint számos egyéni produkciót mutattak be a rendezvény során. Nagyjából olyan 5 éve foglalkozom zenével. Ebből az utóbbi másfél évben foglalkozok énekléssel, piaristás gimnazista vagyok, és így színész irányba szeretnék majd tovább menni. A darabjaim egy 50-es évekbeli filmből, a Singing in the Rain-ből van igazából a fődal, és majd duettezünk egyet a párommal, az pedig az Aladdinból lesz egy gyönyörű szép ének. A növendékek többsége a jövőben is zenéléssel szeretne foglalkozni. Most vagyok végzős a piarista iskolában, annó 7. koromban kezdtem el énekelni Ivett néninél, szóval már jó 6 éve itt vagyok és tanulom a szakmát, úgymond. Szeretném továbbra is az életemet a zenében elképzelni, így azzal is szeretnék majd tovább tanulni jövőre. Barát Ivett tanítványai a következő időszakban egyéni foglalkozásokon gyarapítják a tudásukat.